Városunk vezetése nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Devecseri Városi Televízión keresztül a Városi Adventi Koszorú második gyertyájának meggyújtása alkalmából. Felkérem Ihászné Szabó Katalin képviselőasszonyt, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Advent második vasárnapja a remény vasárnapja. Úgy tartják, hogy ezen a napon egy piros ruhás angyal érkezik közénk az égből. Kezében egy serleget is hoz, amelyben összegyűjti az emberek őszinte szeretetét. Ezután visszaszáll az égbe, ahol a nemes érzésből az angyalok fényes csillagokat készítenek, hogy a földi halandóknak, ha rájuk néznek, boldogság költözön a szívében. Az első vasárnapon a hit, a másodikon a remény lángja robban fel. Ez a remény pedig arra vonatkozik, hogy nem vagyunk egyedül. Adjunk reményt másoknak is, ez a nap erre hív. Mert minden élet értékes. Mindannyian átéltünk, vagy talán most is átélünk ilyen helyzeteket, amikor eltávozik egy szerettünk közülünk, aki nagyon fontos volt számunkra, amikor szerelmi csalódás ér minket, vagy amikor az iskolában, vagy a munkahelyen kilátástalan helyzetbe kerülünk. Ilyenkor úgy érezhetjük, hogy magunkra maradtunk. A sóhajaink, mintha üresen kongva visszapattannának az égből. Nem értjük, hogy miért pont velünk történnek ilyen nehéz helyzetek. A hit és a remény közös ajándékát megélve tudunk ezekre választ kapni a szívünkben és a lelkünkben egyaránt. Advent első vasárnapján a lelkünket a hit felé megnyitottuk, most pedig eljött az ideje, hogy abból az erőből másoknak is adjunk. Az angyal egy kelyhet hoz az égből, de ez a kehely törékeny. Nem fér bele a plazma tévé, a parfüm vagy az okostelefon. Gondoljuk végig, hogy mi az, amit másokért tehetünk. Boldoggá tehet az, ha nem azt nézzük, hogy mit kaphatnánk vissza, hanem pusztán segítő, szerető szándék vezéreljen bennünket. Nem kell nagy dolgokra gondolnunk, egy kedves szó, egy apró mosoly, egy telefonhívás, vagy bármilyen kicsi gesztus is jól eshet embertársainknak. A mai nap Szent Miklós napja is egyben, a gyermekek, diákok és általában a nehéz körülmények között élők védőszentje. És nem véletlen, hogy a hozzáfűződő legendák is az önzetlen segítségnyújtásról szólnak. Kívánom, hogy ez a hét a nyugalom, a belső tisztaság, a szeretet és a béke jegyében teljen. Felkérem Rosta Lászlónét, gyújtsa meg az adventi koszorú második gyertyáját. Thank you.
A gyertyagyújtás alatt elhangzott karácsonyi dalcsokrot a Devecseri Ifjúsági Fúvós Zenekar előadásában hallhattuk. Kívánom mindannyiunknak, hogy ma, advent második vasárnapján, magunkban is gyújtsunk egy kis fényt, őrizzük azt, és igyekezzünk mások számára is örömet szerezni. Így készüljünk az igazi, boldog karácsonyra.